A kocka, hogy miért is érdekes, mert arról talán még nem ejtettünk szót, igazándiból azért, mert valami olyasmit csinál ebben az összeomlott barlangi környezetben, amit egyébként semmiképpen nem volna szabad egy ilyen irdatlan méretű fizikai testnek művelni. Hogy ezt most úgy fogalmazzuk, hogy a kocka forog ebben az adott térben, az azért nem helyes kifejezés, mert itt a legkisebb mozgás is azzal járna, hogy összedől az egész barlang, vagy még jobban összedől. Úgyhogy most az előbbi fogalmazásomat felhasználva azt mondom, hogy a kocka megfordulhat, csak nem ebben a térben. És ez sajnos a legjózanabb természettudományos meggyőződésem dacára sem tudom máshogy mondani, mert tény, hogy megfordul, és tény, hogy nem ebben a térben fordul meg. Ez az, ami egyrészt érdekessé teszi ezt a kockát, a másik, hogy zseblámpával már a kockátjáron túl nem nagyon lehet jutni. Tehát talán egy óra volt, amit legtovább kibírt egy elem egy lámpában, és a tartalékelemek, amiket vittek magukkal, azok sem működtek. Tehát teljesen mindegy volt, hogy most a lámpában volt az elem, vagy az övén egy kis tasakban a barlangásznak, aki odament. Az elemeknek vége volt a kocka környezetében. Hogy ez megint mire utalhat, azt természetesen nem tudjuk. Azt mondom, hogy van itt egy olyan fizikai jelenség, amit a mai fizikai ismereteinkkel megmagyarázni nem tudunk. Miként arra sincsen még magyarázatunk, hogy ezek miért vannak itt. Annyit tudunk, mert ugye jártak velünk radiesztéták, és jártak velünk a kőkori történelem alapos ismerői is ezeken az utakon, hogy az egész Európát behálózó lej vagy li vonalak mentén sok-sok furcsaság található, és Ágasvár, valamint a Töröklárnyom szintén ezen a lejvonalnak nevezett út mentén található. Akkor keresjük meg ezeket a lejvonalakat. Utána néztem, mik is ezek a rejtélyes földsugárzások, amik állítólag az egész földöt behálózzák. Sokféle elnevezésük ismert a különböző kultúrákban, mint például sárkányvonal vagy tündérvonal, de magának a rendszernek a kialakulására, tulajdonságainak okára még nem sikerült sem a tudománynak, sem másoknak válaszolnia. Megismerkedtem egy furcsa feltalálóval. Jeff Kopál egy hihetetlen csodabogár. Már fiatalon összekovácsolt egy kütyűt, amiről azt állítja, hogy azzal tudja detektálni a lejvonalakat is. De ha kell, az UFO-k nyomait is ezzel keresi. Így még nem tudom, hogy mit gondoljak erről az abszurd szituációról. A Földet mágneses erőt térborítja. Igen, akkor Azt tudjuk. Na most a mágneses erőtér az ezeken a lejvonalakon, meg Szentgyörgy vonalakon el van vezetődve. Tehát uh-huh. Ott csomó pontok alakulnak ki. Igen, és igen. Vannak olyan pozitív sugárzású helyek, mint most itt is érezni egyébként, hogy jó sugárzás van, uh-huh. Ahol egy alacsony háttérsugárzást mérünk, tehát ez egy jó uh-huh. feltöltött uh-huh. hely. De érintkeznek ezekkel a vonalakkal. Na most ezek a vonalak olyan energiákat tudnak kikeverni, vagyis hát véletlenszerűen kikeveredik, vagy ami jól hat az emberiségre, vagy rosszul hat. Rosszul, igen. Akkor a lejvonal, akkor az nem jelenti, hogy akkor mindig akkor ilyen pozitív lejvonal, hanem akkor vannak ilyen végülis rossz hatású lejvonalak. És lehet, mert elvezeti azt a rossz rezgést oda. Szóval ezek a titokzatos földsugárzások lehetnek ránk jó vagy rossz hatással is? Volt, ahol azt olvastam, hogy a betegségek 60-80%-át okozák ezek a rossz sugárzások. Állítólag, ha éveken át csak napi pár óra tartózkodunk egy ilyen veszélyes sugárzású helyen, az már elég, hogy megbetegedjünk. Lejvonalak 1921. júniusában Alfred Watkins fedezte föl egy látomás alapján. Ő egyébként egy utazó ügynök volt, ezt Angliában, egy hegyen állva ránézett a tájra, a hegyekre, akkor egy ilyen világító vonalrendszert fedezett föl.
Most ez azért érdekes, mert az ősi építészetben ezekre a vonalrendszerekre épültek azok a meghatározó építmények, amik nagyon befolyásolták az embereket. Watkins ezt a látomását ezt úgy írja le, hogy hirtelen bevillant neki, hogy fényes sávokat látott a föld felszínén. Amit később kiderítettek, oroszok is foglalkoztak vele, hogy 12 darab ötszögből és 20 darab háromszögből áll ez a földet átölelő lejvonal rendszer. Ezek a hullámok most már kiderítették, hogy nagyon alacsony frekvenciájúak, tehát nagyon hosszú a hullám hosszú. Tehát minél alacsonyabb egy frekvencia, annál hosszabb a hullám hossza. Hogy szemléltetni lehessen, például 100 MHz-nek 3 méteres a hullám hossza. Hogy ezek az energiák, tehát hullámhosszok, különböző hullámhosszok, amikor találkoznak, interferenciát hoznak létre. Közel 30 éve építettem egy berendezést, amit arra szántam, hogy olyan jeleket tudjak vele fogni, nem mesterséges jeleknek a vételére, viszont ezzel a készülékkel a lejvonalakat is lehet vizsgálni. Itt lehet is látni az oszcilloszkópon, hogy itt a közelünkben van egy lejvonal, van egy eléggé kimagasló csúcsosodás, ez azt mutatja. Viszont mivel hogy érzékeny a készülék, ez egy nagyon nagy tág spektrumba tudja fogni ezeket a jeleket. Csevko Pali méterről méterre átfésüli az egész területet. Hihetetlen. Úgy tűnik, egyből sikerült találnia valamit, mert a készülékre kötött mérőműszer szinte egyfolytában sípol. A nagy kérdés persze az, hogy most mit mér és mutat ez a műszer. Tehát itt van az érnek a közepe. Itt van a legkisebb ellenállása a lejvonalnak közepe, tehát ahol a mágneses erők találkoznak, a burkó görbének pont a csomópontja. Most kilépünk a csomópontból, itt akkor ezek szerint erre megy. Ha eltérünk erre, akkor meg kell, hogy szűnjön elméletileg. Most is meg is szűni. Még a 70-es években egy Ivan Terence Sanderson nevű amerikai kutató kezdett foglalkozni ezekkel az energiaáramlásokkal tudományos alapon. Majd amikor ő meghalt 1972-ben, érdekes módon a Szovjet Tudományos Akadémia folytatta a kutatásait. Eredetileg viszont ők sem ezt a földsugárzás rendszert keresték, hanem a Föld olyan különös helyet térképeztek föl, ahol megmagyarázhatatlan vagy éppen tragikus események fordultak elő. Például, ahol gyakran eltűnnek hajók, repülők, vagy akár csak egyes emberek. Amikor összesítették az eredményeket, megdöbentek, mert ezek a helyek egy szabályos, geometriai, mintát követő hálózatot rajzoltak a földgömbre, melynek csomópontjaiban tapasztalhatóak azok a különös jelenségek. Az is kiderült, hogy ez a hálózat megegyezik a föld mágneses sugárzások által kirajzolt mintázattal. Döbbenten látták, hogy ezeknek a sávoknak az útvonalán megtalálhatók az ősi építészet kiemelkedő alkotásai. Egy, a kocka biztosan van. Kettő, a kocka biztosan elmozdul az adott térben, úgyhogy a körülötte lévő elemek, a tér összes többi eleme ennek a mozgásnak a legkisebb jelét sem érzékeli. Három, a kocka környékén az elektromos eszközök, a hagyományos elektromos eszközök nem működnek sokáig. Négy, amiről talán Buda Laci is említést tett, és teljesen egyedi jelenség volt, amivel addig ők sem találkoztak, meg más sem, hogy volt egy olyan döbbenetes időkiesési élményük, amit a mai napig senki nem tud megmagyarázni. Ennek nem csak maguk a barlangászok, hanem az Ágasváron lévő turistaház akkori vezetése is tanúbizonyságot adhat. Tudnélik, ahogy mondtam, van egy barlangász napló,
hogy bent a barlangba, hogy aki lemegy a barlangba, az beírja, hogy ekkor-ekkor lement. De van még egy bejelentési kötelezettség, mégpedig fent az Ágasvári turistaházban, a barlang fölött egy 800 méterre cirka, hogy szólni kell, hogy lemegyünk a barlangba. Na most budáik lemennek a barlangba. Majd véleményük szerint nagyjából 6-7 órát tartózkodnak lent, és jönnek vissza. És találkoznak a turistaház vezetőjével, meg egy pár barlangi mentővel. Akik jönnek a barlangba, és szervusztok, mit kerestek, jöttök, titeket. De hát miért? Lementünk, ezt-azt csináltunk, igen, de tegnap előtt. Na, ez egy hátborzongató élmény, mert két napot nem lehet észrevétlenül eltölteni abban a barlangban, két nap alatt ott rendesen ki lehet ülni, akármennyi csokit és kávét és egyebet fogyasztani. És ez megmagyarázhatatlan, de ezt is szintén a kocka egyik jelenségéhez sorol. Végre újra itt vagyunk a Mátrában. És ma bemegyünk a Csörgőlyuk barlangba. Buda László és Foda Tivadar vállalták, hogy ha lehetséges, elvisznek a szuperkockához. Hónapokig kellett várnunk a hivatalos engedélyre, de szerencsére végül megadták. Bevallom, nagyon izgulok. Nem tudom, mi vár ránk odabent. Nagyon sok dolog van, amit nem tudok elhinni ebből a szuperkocka sztoriból. Úgy érzem, a balangászok sok mindent kiszíneztek, vagy felnagyítottak ebben a történetben. Nehéz elhinni, hogy majd 30 év alatt 2-3 fényképet lehetett csak készíteni a kockáról. Bár állítólag vettek már többször is videóra anyagokat, de ezek végül mind eltűntek. Képtelenség, hogy a kocka forogjon oda bent, vagy hogy bárhogy is elvesztek volna az időben napokra. Abba persze nem szívesen gondolok bele, hogy mi lesz velünk akkor, ha az tényleg igaz, hogy az elemlámpáink gyorsan nem merülnek, és nem látunk majd semmit odabent. Buda Laci azt mondja, hogy ő mindig a jó örök karbit lámpájára esküszik. Viszont nekünk csak elemmel működő lámpáink vannak. Igaz, biztos, ami biztos, több szett pót akkumulátorokkal. Mindegy. A kíváncsiságom már erősebb annál, hogy pont most forduljok vissza. Eldöntöttem, hogy saját szememmel akarom látni már a szuperkockát. Buda Laciék még mesélnek a régi táborozásokról, az egykori expedíciók emlékeiről. Elismerésem ezeknek a bátor embereknek, hogy újra és újra bemerészkedtek ebbe a veszélyes üregbe. Hogy újra és újra próbára tegyék ügyességüket és szerencséjüket is. Azt hiszem, ma megint szükségünk lesz mindkettőre. Bent vagyok a barlangban. Sokszor próbáltam elképzelni, hogy milyen lesz majd. De a valóság sokkal nyomasztóbb, mint gondoltam. Sok helyen az az ember érzése, hogy semmi nem tartja a fejünk feletti mázsás sziklatömböket. Ezzel az érzéssel nem lehet megbarátkozni. Fodor Tivadar megy elől. Látszik, hogy tapasztalt barlangász. Sokszor lemaradunk mögötte. Buda Laci így is, korát meghazudtoló fürgeséggel és a több évtizedes rutinnal mozog a sziklák között. Néhol egészen penge vékony és éles darabok szakadtak ki a sziklákból. Látszik, hogy ez a fajta kőzet nem málik, hanem inkább reped és hasad, így esik szét kisebb darabokra. Érdekes, hogy ennek ellenére nagyon szabályos formákat nem látok sehol.
Lehet, hogy a kocka mégis csak mesterséges? Bár próbálok oda sem figyelni a minket körülvevő környezet veszélyére, és csak a mászásra koncentrálni, ez nem mindig sikerül. Többször mégis megállok, és újra rácsodálkozom az irdatlan kőtömbökre, amelyek bármelyik pillanatban leszakadhatnának. Ha ez megtörténne, minket élve innen többet senki ki nem szedne, az biztos. Ez tényleg nem a cseppkőbarlangok barátságos és varázslatos világa. Ezt a helyet inkább az ember a pokolba vezető útnak tudja elképzelni. Egyre szűkebb járatokon, vagy inkább réseken kellett átverekednünk magunkat. Tivadar megmutatja, hogy az a járat, ahol eredetileg tervezték útunkat, most összeszűkül. Úgy tűnik, hogy elakadtunk, és innen már nem lesz könnyű tovább jutni. Nehéz felfogni, hogy milyen erő képesek összezárni ilyen méretű sziklákat, de tény, hogy itt már nem megyünk tovább. Nem tudom, hogy most mit csinálunk. Remélem, hogy Buda Laciék azért megtalálják a megoldást, de az is lehet, hogy végleg elakadtunk. Na, innen hogyan tovább? Na most az a helyzet, hogy mivel a úgynevezett fő átjárón egyszerűen nem tudunk átférni, lehet, hogy összébent, mint ahogy régebben beszélgettünk róla, ez azért egy változik állam. Igen, ez a mozog. Ezért most az a javaslatom, hogy ezen a úgynevezett csúszda nevű képződményen egyszerűen lecsúszunk ide alulra, és akkor itt alul van egy úgynevezett kellőjárat, ha még megvan a kellőjárat. Jó. Mert a barátom most menne Tivadarra, azt nem találja. Jó. Akkor megnézzünk és hát aztán... javaslom, hogy te is gyere le ezen a csúszdán. Jó. Remélem nem ekkor csukódik össze a kőzde. Hát remélem, én is úgy vagyok. És akkor itt nem megvárnak. Jó. Jó. Na. Mindjárt Tivadar meg minket várít lejjebb egyet. Hát nem egyszerű. Itt készült az a fotó, ami az emberevén várlang cikkhez készült. Komolyan? Várjál, azt nekem mondom. Várjál, jön rá. Hát de nem értettek, jön rá. Nem tudok oda menni. Jó. De jó, Budi. Szerintem. Én kijövetnék készül. Hát Buda, hogy jövök innen, majd még fogalmam sincs. Simán, mert ott le van vésve a befelé vezető járat egy ilyen lépcsőn oda vésve. Arra feltérdelsz, és kinyomod magad, azt akkor már itt kinn is van. Jó, van csak. És megfordulsz benne felé. Jó, van, megfordulja. Ne hátra felé fordulja. Jó, meggondolom. Tudod, milyen messze van a ballon? Fogál? Én nem is mert tudnék oda beülni, ahol most van. Ma most szűkös egy hangja, faszni. Én vagy jön visszafelé. Ott? Meg azok? Aha. Alt az onnan már nem megy tovább? Nem, most hallok, hogy itt alul. Arra megy. Lehet itt menni alul is, meg fölül is, csak itt van, hogy valami van, hogy valami van, hogy valami. Itt vagyok, megettem. Gyere már ide, ahol mondtam. Jó, és akkor menjek le. Szerintem egészen lehet, onnan is lehet. Onnan is. Innen is át lehet menni, persze alatt. Jó, akkor menjünk még lejjebb, és megnézzük. Jaj, oda jöjjön előttem. Akkor, ó, bocsi. Na akkor én addig visszamegyek ide. Faszom, kevette. Hát így visszafelé, az jó lett. Jó, csúszik. Na, van technikája. Jó. Oda oldalról betámasztunk balra. Igen. Látok. Ennél nagyobb helyvónom már tanterem volt. Majd próbálok becsúszni be a lyukba itt. Ott. Kisek a mellfér a... Még lejjebb jövök.
Oké. A kamerával, nem a kamerával, a lámpával, mert oda lemegyek, akkor pont a járatba tudok nézni, és az biztos, hogy én nem megyek oda. Also, auf Deutsch. Ich kann da also gerade in die Höhle reinsehen. Also diesen kleinen Durchgang, den man da gehen kann oder soll. Also ich gehe da bestimmt nicht rein. Na most akkor mi lesz? Hát akkor szerintem az operatőrünk, illetve a igen? Hangos mérnök, hangmérnők, akkor ő fog ide lejönni és jó, akkor ő fogja. Itt várjuk őket. Jó. Hát a következő a helyzet, hogy mivel nem tudtunk a fő járaton bemenni, ezért választottuk ezt a mellékjárat, aminek a lényeg az, hogy egy csúszda nevű képződményen ide le kellett kúszni, és hát a térképeken is jelöli, hogy a csúszda alatt van egy kerülőjárat. De akkor döntsük el, hogy egyáltalán érdemes-e bemenniük. Mert magát a rendszert tudják végigfilmezni, az M-rendszert, amelybe ott található ez a teljesen szabályos úgynevezett szarkofág nevű kő, ami azóta szerintem onnan biztos, hogy nem mozdult el. Meg hát magát, ezt a guillotine részt, ezt meg tudnák filmezni, ha nem szakad rájuk. Hát, ha rájuk szakad, akkor nagyon kinkes, erős mentésbe lesz részünk. Ennyi, kész. Nekem már semmi esélyem sincs rá, hogy tovább folytassam az utat. Hangmérnökünk Krisztián és Tivadar közöttünk a legkisebbek. Talán nekik van még rá lehetőségük, hogy bejussanak a szuperkockához. Krisztián visz magával egy kis kamerát. Így az is lehetséges, hogy ő lesz az első, aki lefilmezi a kőkockát. De még senki nem tudja, mi vár rájuk odalent. Mi már nem tehetünk mást Buda Lacival, hogy leüljünk és megvárjuk őket. De itt legalább van annyi helyünk, hogy akár fel is tudunk állni. Hatalmas csalódás, hogy nem tudom végigjárni az utat. Helyette itt kell várakoznom, lehet, hogy órákat is. Idegtépően lassan telnek a percek. De szerintem az olyan sikerül, hogy én nem fértem oda be. Amikor látom, hogy a Tivadar hogyan bújt bele ott a járatba, hát... Pedig ez a kerülőjárat, ami tágabb. Az még tágabb? Hát az egy tág járat, az átjárat. De ahhoz képest az biztos, de úgy belejönni, akkor én biztos nem jönnék vissza. Hát belebújni talán még, de onnan fölállni, akkor az... Bonyolult. Itt még nincs, és igen? Aztán itt kezdődik, és így szépen, hogy egészen végig is ott már időkérdés, hogy ez is ilyen... Vagy elcsúsznak egymáson, az is érdekes dolog. Ez is így feljön. Itt még nem látszik, de itt lassan úgy jön le. Nem menjünk kifelé? Inkább? Egyelőre hiába várjuk, hogy megpillantsuk a lámpa égfényét, vagy meghalljuk a hangjukat. Rádióadóvevők itt nem működnek, így nem tudhatunk semmit addig, amíg újra fel nem bukkanak. Remélem, hogy legalább nekik sikerült eljutniuk a szuperkockához.
Ez a vége? Hát figyelj, itt van fölfelé egy, csak ez már olyan, hogy... Följössz, megbőszeted, az már olyan, hogy ma ez már nekem is. De itt ma sisaklevételtől kezdve az égvilágon mindent, ez ma az már nagyon szív. Ez ma olyan, hogy... Ráadásul el is omlott. Megnézed? Persze. Szerencsétlen kérek ezen kupakkal a kezemben. Hát azt gondolom, hogy ehhez már az én sérhasam is nagy. Azért mondom, hogy figyelj, 46 kiló vagyok, de... Ma eddig még van sírpontjak. Cseréljünk, hogy tudod a utat? Csak visszatalálok. Viszont akkor hogy lesz ebből kocka? Hogy lesz ebből kocka? Mit gondolsz? Arra esély, hogy eljutunk oda? Végre itt vannak. Örülök, hogy nem történt semmi bajuk. Bár nagyon kimerültnek látszanak. De azt nem akarom elhinni, hogy nekik sem sikerült az úgynevezett M-rendszeren túl a kockáig eljutniuk. Nem vihetünk, nem vihetünk. Na, mi befértünk volna? 163 centi vagyok és 50 kiló. Szerinted befértél volna? Nem. De tudtatok egészen végig menni, vagy csak arra és... Nem, hát elmentünk. Szarkofág után izében van amolva az egész. Az utolsó szakasz most már nagyon úgy tűnik, örökre bezárult a kíváncsi és kalandvágyó tekintetek előtt. És ha ez így maradt, soha senki meg nem pillanthatja már a rejtélyes szuperkockát. Titkait tovább őrizheti. Újabb évszázadokig háboríthatlanul a föld gyomrában. Ez most nekünk olyan, mint egy Schrödinger-féle fekete doboz. Nem látunk bele, nem jutunk el hozzá, sejtjük, hogy mi van benne, próbálgatjuk találgatni, hogy miért, de a kocka most még őrzi a titkát.